A baranyai kézilabda szurkolók számára nem ismeretlen Péter Panna neve. A mindig mosolygó játékosról azonban csak kevesen tudják, hogy Erdélyből származik. Panna nem csak tehetséges, hanem kitartó és céltudatos is. Példakép lehet a korosztálya számára. Mi marosvásárhelyiek vagyunk, én ott születtem, a szüleim ott találkoztak. Édesapám Hargita megyében született egy kis faluban, Agyhában. Az ő családja odavalósi már... Tehát a felmenői is ott éltek és ott születtek. Édesanyám pedig, hát a családja Nyárádmenti, ő már Marosvásárhelyén született, és ugye ott találkoztak a szüleim, ott telepedtek le, és akkor a testvéremmel mi már ott születtünk és ott éltünk. Én 14 éves koromig, a bátyám pedig még mindig otthon él. Nem ért nagyon sok atrocitás így, amikor felnőttem. Tehát úgymond nekem, én ebbe születtem bele, nekem ez teljesen természetes volt, és sose szóltak azért, hogy mi magyarul beszélünk, vagy bármi. Tehát otthon teljesen mindenki magyarul. Persze kellett tudni a román nyelvet, mert boldogulni kellett, boltba elmész, vagy bármi, de semmi hátrány nem ért abból, hogy mi magyarul beszélünk, magyar iskolába jártunk. Nagyjából hetedikes voltam, amikor megfogalmazódott bennem, hogy komolyabban szeretnék a kézilabdával foglalkozni, és volt egy otthoni csapattársam, aki hamarabb eljött Dunaújvárosba, az akadémiára, nagyon tetszett neki, és akkor ő bátorított, hogy próbáljam meg én is ezt az életmódot. A szüleim először nem nagyon szerették volna, hogy ilyen korán elkerüljek otthonról, aztán amikor látták, hogy nagyon komolyan gondolom, meg nagyon szeretném, akkor támogattak benne, és végül Balatonboglára kerültem el 9. osztályba, a Nemzeti Kézilabda Akadémiára, mivel kereszt szüleim Böhönyén élnek, az pedig annyira nincs messze, úgyhogy ott legalább volt egy támogató kéz. Annyiban volt fura, hogy nagyon sokan ismerték már egymást abban a csapatban, amiben bekerültem, meg abban a közegben, ugye nagyon sokat játszottak már egymás ellen, stb., és én nagyon újonc voltam, tehát hogy én így nem ismertem se a környéket, nem igazán tudtam tájékozódni se, barátokat is emiatt, hát nem mondom, hogy nehezebben szereztem, de nehezebb volt már a kialakult kapcsolatokba úgymond bekerülni, de na, mindenki nagyon segítőkész volt, nagyon érdeklődőek voltak felől, hogy én honnan jöttem, hogy ott milyen az élet, ők is nagyon sokat kérdezték, hogy ez a román-magyar kapcsolat milyen volt, úgyhogy szerintem nagyon sikerült beilleszkedni gyorsan. Régen egy kicsit könnyebb volt középiskola alatt, akkor nagyjából próbáltam őszi szünet, tavaszi szünet, ugye a téli szünetet, a karácsonyt is otthon tölteni, valami nyáron egy kicsit hosszabb időszakot. Most, amióta az egyetem is van, illetve ez az egész vírushelyzet, ez megváltozott. Az elmúlt másfél év olyan volt, hogy csak fél évente tudtam hazalátogatni. A szüleim se nagyon tudtak jönni sajnos, ugye a határon se volt annyira könnyű a helyzet, úgyhogy most egy picit ez megritkult, ez a hazalátogatás. A szokásokat otthon, Marosvásárhely nem igazán, picit kiesik a Székelyföld perifériájából. Székelyföldön sokkal jobban tartják úgymond ezeket a szokásokat, tehát a népviselet, meg az ilyen tipikus húsvéti locsolás vödörrel. Nálunk azért kölni, meg a tojásfestés az megmarad, viszont annyira már nem tartják az emberek a nagyvárosi létből fakadóan szerintem ezeket a szokásokat, viszont azért igyekszünk, tehát a karácsony, a húsvét, a sütésfőzés, azok így mind megmaradtak. Édesapám 6 éves volt, amikor beköltöztek Marosvásárhelyre munkalehetőség miatt, járban dolgozni, ugye akkor az volt a módi. Abban a kis faluban, hát nagyon kevés lelket számlált, tehát nem tudom, hogyha az 1000 főt megüti ott azért még mindig ez a székelyfalusi lét, amit én nagyon szeretek amúgy, és nagyon szeretek oda visszamenni. De mi lehet az, amit a 7 éve Magyarországon élő fiatal lány Erdélyből magával hozott? A szókincset. Hát vannak olyan szavak, amiket itt nem feltétlenül ismertek az emberek. Sokat sajnos már nem is használok, mert könnyebb volt itt beilleszkedni úgy, hogy azokat úgymond nem használtam a mindennapi életben, de amint átlépem hazafele a határt, azonnal elkezdek ismét újra úgy beszélni, ahogy otthon beszéltem. Úgyhogy nekem sajnos ez a székely, ízes beszédem nem igazán volt meg, mert vásárhelyen ez nem jellemző, de hogyha elmegyünk valahova a falura, a Székelyföldre, akkor én is elkezdek percek múlva úgy beszélni azzal a kiejtéssel, úgyhogy talán ez az, amit így megemlítenék. Gondoltam már arra, hogy visszamenjek, mert azért a honvágy az elég komolyan megviseli az embert ennyi idő után. Szeretnék itt először elhelyezkedni, most van az utolsó évem az egyetemen, gyógytornásznak tanulok,
és szeretnék itt elhelyezkedni egy kórházban, illetve a mesterképzést elvégezni, ami még egy másfél éves képzés lesz. Aztán utána bármi lehet, még bármi benne van.